A hétfői parlamenti szezonnyitót érthető módon a kormányfő nagy lélegzetű napi rend előtti beszéde határozta meg, mivel ez az az alkalom, amikor a kormányzati elképzeléseket az egész őszi időszakra szokta körvonalazni. A nevelő szülőknek az általuk 2021-ben befizetett személyi jövedelme. Ám ezúttal ennél is több történt. Adóvisszatérítésben részesülnek a gyereket nevelő kisvállalkozók is. Lényegében a jövő tavaszi választásokig megkaphattuk a vezérfonalat. 900 ezer szülő számára 600 milliárd forintot térít vissza az adóhivatal. A gondoskodó kormány imázsát, amely valamennyi fontos társadalmi nagycsoport életét figyelemmel kíséri, és soha nem látott adományok révén igyekezni fog rajtuk segíteni. A nyugdíj prémium várható összege a szakértők mai számítása szerint meg fogja haladni. Azt ne is firtassuk, hogy ezt a páratlan empátiát és segítő készséget miért titkolták 11 éven át, és miért épp a választások előtti hónapokban jutott az eszükbe. Jövő februárban már legalább 2 heti nyugdíjat tudunk kifizetni minden magyar nyugdíjasnak. Az osztogatás örömét megkeseríti a nyilvánvaló megkülönböztetés szándéka. Ezen a héten milliárdokkal tömték ki a fideszes vezetésű kerületeket, miközben jól tudjuk, hogy korábban mindenkitől csak elvettek. Normálisan egy ilyen lépést elemi erejű felháborodásnak kellene kísérnie. De itt és most ez a szemérmetlen hatalommal való visszaélés észrevétlen maradt. Van nálad egy szavazat. Csak a tiéd. Adhatod és maradhatsz önmagad. Váratlanul nagy tömeget mozgatott meg az előválasztás, aminek a jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ritka kivételes pillanata ez az elmúlt 30 évnek, amikor százezrek érezhetik azt, hogy van szavuk, van érdemi beleszólási lehetőségük, és úgy látszik, tömegek akarnak élni ezzel a lehetőséggel. Szabadság! Akarod érezni? Hit egy közös Magyarországban! Most véget ért a második miniszterelnök jelölti vita. Ezt fokozta, hogy immár másodszor vitáztak az ellenzék miniszterelnök jelöltjei. Ez már sokkal inkább emlékeztetett egy valódi politikai vitára. A bulvár hírekre szakosodott médiumok természetesen a konfliktusokat szeretik kiemelni mindebből, holott mind a személyekről szóló, mind pedig az alapkérdésekben megmutatkozó ellentétek nagyon is szerves részei az előválasztási folyamatnak. Éppen ezektől válhatnak élővé és értelmessé az előválasztások. Is, lelkileg is minden szempontból. Szerintem Magyarország újraegyesítése kell, hogy az ellenzék politikája legyen. Ahogy önök is látják, tömegeket érdekel ez a társadalmilag rendkívül fontos kiállítás. Megnyílt végre a sokat emlegetett vadászati világkiállítás, amelynek sikerességéről vagy kudarcáról most még korai lenne bármit is mondani. Minden esetre a kabinet igyekszik minden korábbi eseményt felülmúló jelentőségüként megünnepelni, ami persze érthető, hiszen irdatlan mennyiségű pénzt öltek bele. 500 milliárd forint hiányzik a magyar egészségügyből. Egybekelt végre a NER álompárja. A kormány igazán gáláns nászajándékkal jutalmazta az ifjú párt. Megszokhattuk ugyan, hogy Mészáros Lőrinc szinte minden héten valami páratlanul nagyértékű beruházáshoz juthat, és egyéb ilyen-olyan adományokhoz. De amit a héten kapott, azt bízvást felfoghatjuk nászajándékként. Olyan volumenű vasútfejlesztési projektet kapott ugyanis, aminek az összegén még a sokat látott szakértőknek is tátva maradt a szája. Mindezt a nevezetes esküvő előtti napon, ezért vélik úgy sokan, hogy ez lehetett a kormányzati nászajándék, mert másféle értelmes magyarázat erre nem létezik. Nekünk magyaroknak egyelőre be kell érnünk azzal a közéleti örömmel, hogy elvesztettünk ugyan egy álompárt, mert az ország veje a családjával együtt Marbellára költözött, de helyettük, cserébe kaphattunk egy sokkal érettebb és tapasztaltabb párost. Sovány Vigasz, és nem úgy kell megérni, hogy ez egy felsőbbrendűséget okoz az embernek.